Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Engem Galló Ramónának hívnak, szociális munkás vagyok és addiktológiai konzultáns, és a HepaGo csapat tagja vagyok. A HepaGo projekt tapasztalatait, perspektíváit szeretném az előadásomban veletek megosztani. Szeretnék beszélni néhány szóban a HepaGo-ról, mert hogy ez egy roppant jó lehetőség most, hogy bemutathassam a projektet meg a csapatot nektek. Korábban erre kevésbé volt lehetőségünk. A HepaGo csapat 2020 májusában alakult meg. Ez egy alulról szerveződő kezdeményezés szociális munkásokkal, főként itt a képen láthatóak a kollégáim. Azzal a céllal jött létre a HepaGo program, hogy Budapest különböző területein általam csökkentő munkát végezzünk, és higiénés eszközöket osszunk ki ugye a COVID első hulláma után a rászoruló klienseknek. Ezen felül még HIV és hepatitis szűrést biztosítsunk számukra, és reaktív gyors teszt eredmény esetén pedig kezelésbe juttassuk ezeket a klienseket. Egyébként a HepaGo program egy mobil buszos megkereső program, láthatjátok a kis buszunkat itt a másik képen, és ezzel járjuk Budapest különböző részeit. Mit adunk a klienseknek? Láthatjátok a felsorolásban, hogy milyen eszközöket adunk, ezek ugye, ahogy mondtam, ártalomcsökkentő és higiénés eszközök, például maszk, fertőtlenítőszer, kesztyű, különböző higiénés eszközök, a septapasz, ószer, krém, papírzsebkendő, vitamin, terhességi teszt, stb. Szűrőeszközeink, ahogy mondtam, HIV és hepatitis C gyors tesztünk van, idősebbeknél szoktunk hepatitis B tesztet is végezni. Ahogy mondtam, szintén kezelésbe juttatást próbáljuk intézni a klienseknek, akik szeretnének és motiváltak erre, gyógyszeres terápián keresztül. A plusz a bónusz, a jó szó és a segítség. Próbálunk egyéb szociális ellátások megtámogatását is, hogyha a kliens igényli, akkor ezeket így megtámogatni, segíteni, utána járni, hogy milyen lakhatási lehetőségekkel tudnak élni ezek a kliensek, ételosztások hol vannak, de volt olyan is, hogy arra gondoztunk elő, amennyire lehetett az utcán nyilván, a klienst, és jutottunk erre a rehabilitációs intézménybe. Egyébként a buszunk az úgy van kialakítva, hogy a hátsó terében gyakorlatilag bárhol, bármelyik helyszínen elvégezhetőek a gyors tesztes tesztelések, szűrések. Kinek adjuk ezeket a szolgáltatásokat, eszközöket? Különböző célcsoportjaink vannak, itt ezt láthatjátok, hogy szerhasználók, illetve utcán élő szerhasználók, szexmunkások, MSM-ek. 330 regisztrált kliensünk van tavaly május óta, ugye már ahogy mondtam. Havonta átlagosan 150-200 kliens kontaktust bonyolítunk le. Ez ugye magába foglalja ez a szám az ártalom csökkentő eszközök átadását, ezt a kontaktus számot, a szűréseket és a kezelésbe kísérést is. Hol adjuk, milyen helyszínen? Most az aktív helyszín, az első kettő, amit elkülönítettem, ez a Népliget, ahol ugye főként hajléktalan szerhasználók vannak kint életvitelszerűen, őket látjuk el az eszközökkel és a szűréssel, valamint a Bugacsi út kamara erdő, az pedig egy ilyen szexmunkás ártalomcsökkentés minden szerdán. Az alá felsorolt helyszínek pedig korábbi helyszínek voltak, ahol így megfordult a HepaGo-s busz, és ahol több-kevesebb ideig nyújtottunk szolgáltatást. Egyébként jó esetben, hogyha ez a finanszírozás és egyéb más körülmények engedik, akkor heti 3 napot működik a busz 4 órás ügyeleti időben. Ezeken felül, a helyszíneken kívül igyekszünk együttműködni társszervezetekkel is, intézményekkel, itt szűrést végzünk, HIV és hepatitis C tesztelést, válaszúttal dolgozunk együtt az Izolával, Máltai sokkal, baptistákkal, stb. De egyébként tavaly nyáron MSM szórakozó helyeken is végeztünk szűréseket, valamint kisebb koncerteken és fesztiválokon is. Miért adjuk ezeket a szolgáltatásokat? Ugye, ahogy már másodszor is elmondtam, május 2020 májusában jogriporter alapítvány támogatásával tudott elindulni ez a program,
akkor az volt a célunk, hogy olyan szerhasználókat érjünk el, akik számára nem nincsenek nyitva, vagy korlátozottan vannak nyitva azok a helyek, amelyeket a COVID-járvány előtt látogattak. Ugye ezek az alacsony küszöbű programok, drop-inok, tűcserék, stb. Stb. Ez volt a kezdeti cél, aztán kitartottunk és működünk tovább, és a mostani célunk az egyébként változatlan, hiszen a COVID nem ért véget, de hogy szeretnénk, hogy ez a klientúra folyamatosan ellátást kapjon a különböző eszközökkel és szűrésekkel, és hogy megtarthassuk azokat a kliens kapcsolatokat és bizalmi kapcsolatokat, amiket az egy év alatt kialakítottunk. Én szeretném nektek levetíteni a hepagós rövid filmünket, hogyha ezt meg tudom oldani. Remélem, hogy a technika engedni fogja. Május 2020-ában indult a projekt. Előtte ez a kis csapat már elkezdett kezelésbe juttatni, kezelésbe kísérni embereket, főleg hepatitis C-vel fertőzött embereket, de van köztük olyan is, aki HIV pozitív, és ez a busz, meg ez a program tulajdonképpen azért jött létre, hogy könnyebben el tudjanak jutni a kezelésekre. A Népligetben állunk, különböző hajléktalan szállókon segítünk szűrni a klienseket. A Válaszútban van egy ilyen együttműködési megállapodás, ahol a rehabilitációra induló klienseket szűrjük. Amikor a busz pedig mozgó buszos tevékenységet végez, az pedig a Jászai Mari tér, Batthyány tér, Városmajor, Déli Pályaudvar, Vérmező. Nálunk hozzájuthatsz teljesen ingyenesen különböző higiénés eszközökhöz, meg ártalomcsökkentő eszközökhöz, úgy mint maszk, gumikesztyű, óvszer, fertőtlenítő folyadék, nedves törlőkendő, vitamin, papírzsebkendő. Nem gondoltuk volna, hogy mennyire fontos az, hogy maszkhoz, fertőtlenítő folyadékhoz, gumikesztyűhöz jussanak a kliensek. Volt, aki csak így tudott akár a villamosra felszállni, volt, akit így engedtek be szállóra, volt, aki így tudott egyáltalán bemenni vásárolni a boltba. Van HIV és hepatitis szűrésünk is. Gyors tesztes, és itt akár 20 perc alatt meg tudjuk nézni azt, hogy milyen a státuszod, a HIV és a hepatitis C elsősorban májgyulladást okoz, de tulajdonképpen az egész szervezetet érinti. Korábban a vénás kábítószeresek kb. 20%-ában volt benne a vírus, ez ma 50, bizonyos csoportokban 70%-os gyakoriságú. A kezelés leegyszerűsödött. Ha valaki ma idejön azzal, hogy hepatitis C-s, akkor azt tudom mondani, hogy csak tablettával garantáltan meg tudom gyógyítani. Olyan kérdésekről is beszélgetünk, ami, ez lehet mentális is, tehát hogy vagy, mit csinálsz, mi történik veled, vagy unblock az, hogy most akkor a HIV gyógyszert hogy kapod meg, hogy tudsz hozzájutni, miért nem tudsz hozzájutni, és egy kisebb ilyen életviteli tanácsadásban is szerepet játszunk. A HEPAGO projekt szakemberei különböző intézeteknél, intézményekben, különböző civil szervezeteknél dolgoznak, évek óta kialakult tapasztalatokkal rendelkeznek, meg tudják szólítani ezt a célcsoportot, értenek az ő nyelvükön. Most az első kerületben az egyik legnagyobb zöld részen keressük az esetleges rászorulókat. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy kezelésbe is tudjuk őket kísérni. És olyan emberek tudnak kigyógyulni a hepatitis C-ből, akik az utcán, szállón laknak, akiknek korábban erre nem volt úgymond akkora esélyük. Természetesen tájékoztatjuk arról a klienst, hogy már nem az interferon fut, már gyógyszeres kezelés van, és sokkal van könnyebb, meg humánusabb, igen, meg megugorható szint az, hogy valaki elvégezze terápiát. Gyakorlatilag idézőben kézen fogjuk őket, megbeszélítő pontban találkozunk a László kórházban, ott vagyunk mellettük, kísérjük őket. A doktor úr elmondja számukra azt, hogy milyen lehetőségek vannak, mi az egész kezelésnek a menete. Gyakorlatilag szakmunkások pedig az egész gyógyszeres terápiás kezelést végigkövetjük velük. És 3 hónap múlva, ha minden jól megy, akkor volt HEPA, nincs HEPA. Hát reméljük. Interferon nélkül alig van mellékhatás. A kis vérszegénységet tud csinálni, összesen 4 hónap a kezelés. Jó.
Tehát amióta tudom, hogy HCV pozitív vagyok, az 86 vége. Uh-huh. Jól számolok, az 34 éve. 34 éve. Tedd el ezt is jól. És teszem. Fontos. Az utcán élőknek, és most már van arra lehetőség, hogy bejussanak kezelésbe, elfogytak a várólisták, ami viszont fontos, hogy el kell indítani, hogy rendezett legyen a TB-jük. Ebben tudnak a szociális munkásaink segíteni, hajléktalannál nyilvánítják őket, és így el tudják kezdeni a kezelést. Mióta fut a buszos projektünk, azóta kb. 200 klienst értünk el, kb. 80 ember tudtunk leszűrni, 30-an hepatitis C-re pozitívak, és velük elindult a kezelésnek az a része, hogy eljutott a kórházba, megnézték, hogy van-e vírus is a szervezetükbe, és várják azt, hogy mikor tudják elkezdeni ezt az egész kezelést. Most a Covid miatt elég nehéz a folyamat, mert le vannak terhelve a laborok, viszont 12 emberünk már végigvitte a kezelést, ami azt gondolom, hogy egy nagyon szép szám. Ahhoz képest, hogy ezek az emberek milyen körülmények között élnek, vagy élnek túl nap, mint nap, szerintem nagyon, nagyon jók voltak a tapasztalataink. Nagyon megbízhatóan és precízen jártak időpontokra. Én sem voltam teljesen biztos abban, hogy akár egy aluljáróban élő ember mennyire fogja tudni ezt az egész történetet tartani. És tudták. Remélhetőleg tudjuk folytatni még a programot, be tudunk vonni még több embert a közelésbe, illetve lehetséges, hogy megpróbálunk egy ilyen fix telephelyet kialakítani. És akkor ugye a témánkra átérve HepaGo tapasztalatai számunkban, a HepaGo és a Nemzeti Drog Fókuszpont a kérdőves vizsgálatot végzett. A HepaGo vette fel a kérdőveket a kliensekkel, és a Drog Fókuszpont volt az, aki támogatta és feldolgozta az adatokat. Ez az adatfelvétel 2020. júniustól decemberig tartott, és összesen 110 klienssel vettük fel a kérdőíveket. Ebből a 110 kliensből 96 fő az, aki új pszichoaktív szer vagy kábítószer használó. Ezekből 57 fő intravénás szerhasználó volt. Ahogy látjátok az adatokat, az intravénás szerhasználókat meg is szűrtük, és akkor az intravénás szerhasználók között találtunk 4 fő HIV pozitív klienst, és 30 fő volt az intravénás kliensek között, aki hepatitis C pozitív eredményt hozott. Láthatjátok, hogy a klientúrák nagy része hajléktalan, mert hogy ez a kérdéves kutatás is azt mutatja, hogy 51% a 96 főből hajléktalan az elmúlt egy évben, vagy hajléktalan volt az akkor az elmúlt egy évben. És amit érdekesebb a témánkhoz kapcsolódva, hogy megkérdeztük azt, hogy mi volt az elsődleges szer használata, vagy az elsődleges szeret, bocsánat, a koronavírus járvány előtt, azaz 2020 márciusban, és látjátok biztosan a számokat, 22 fő mondta azt a 65 fős mintából, hogy a kristály és a kréta, 17 fő mondta azt, hogy a herbál volt az elsődleges szere. Ami érdekes, hogy ugye arra voltunk kíváncsiak kérdőívben, hogy milyen változások történtek a Covid előtt és a Covid után, és valójában nem volt tipikus a szerváltás, az elsődleges szernek a váltása a koronavírus első hullámát követően a kliensek körében. Itt látjátok azt, hogy ha voltak szerváltások, akkor azok mik voltak? Herbáról 3 fő kristályra, metamfetaminra, kanabiszra tért át, kokairól 2 fő kristályra, kanabiszra. Ezeket a számokat gondoltam behozni, amik így érdekesek lehetnek ebből a kutatásból, de egyébként ezek elsődleges adatok, a teljes adat az pedig majd a drogfókuszpontnak az éves jelentésében fog megjelenni. A kérdőes vizsgálathoz még annyi, hogy feltettük azt a kérdést is, hogy melyik állítás igaz most a kliensre a koronavírus járvány előtti helyzetéhez képest. Itt látjátok, különböző színekre vannak szedve.
a különböző állítások, ugye a zöld a szociális helyzet, a kék a hozzáférés a szolgáltatásokhoz, a piros pedig a szerhasználatot pontolgatja. Látjátok a számokat, a szerváltás volt a legritkább, ahogy elmondtam az előbb is, két fő jelölte a 96-ból valójában, hogy szert váltott. A jövedelmi helyzet és a szociális helyzetnek a romlása volt a legjellemzőbb a válaszadóknak a körében. Tovább ugorhatok erről a slide-ról. Oké. Na, és mit látunk mi az utcán? Hát a gó, és hogyha a szintetikus kanabidonidokról beszélünk. A népligetes klientúra az körülbelül 100-110 főt jelent, regisztrált klienst jelent. Ugye ők rotálva jelennek meg a szolgáltatásban, valaki eltűnik, de vannak állandó klienseink is. Jelen van az, hogy a fogyasztás a klientúrában, azt látjuk, itt látjátok az utcai neveket, bár ezen szinte nem mondok újdonságot, Bio, Herbá, Varázs, Dohány, Ható, Bika, ki hogy hívja ezeket, és éppen mi az, ami fut. Amikor 2020. szeptemberében megjelent a Bika nevű vegyület vagy szer, akkor mi adtunk ki egy tájékoztatást a klienseinknek, ilyen nagyon egyszerű, ahogy látjátok szóról a formájában, arról, hogy megjelent ez a szer az utcákon, mire kell odafigyelniük, milyen mellékhatások lehetnek, könnyen túladagolható és halált is okozható túladagolás, amennyiben ezeket a mellékhatásokat észlelik magukon, akkor azonnal hívjanak mentőt. Ezzel próbáltuk igazából a klientúrát felvilágosítani a felmerülő problémáról. A klientúrában halálesetről még nem számoltak be, de hogy a rosszulét az gyakori, mi rendszeresen látjuk, vagy feltételezzük, hogy azt látjuk a fogyasztás utáni állapotokat, mert hogy padokon fiben fekszenek az emberek, és egészen rossz állapotban vannak. Amikor ezt megtehetik, mert már rosszul lenni is egészen nehéz a népligetben is, mert hogy nagy a rendőri jelenlét, és a kliensek inkább rejtőzködnek, és a népligetnek a belsőjek felé húzódszkodnak inkább be, ahogy kevésbé látjuk őket. Részünkről mentőhívásra még nem került sor. Amit mi tehetünk ezekben a helyzetekben, az az abszolút ártalom csökkentés. Szőlőt, cukor mindig van nálunk, vitamin, folyadék, ahogy elmondtam, rehab intézése is megtörtént kliensnél, nem kimondottan szintetikus kannabinoid fogyasztásos kliensnél, de hogy ezt is meg tudjuk tenni. Tehát amit ott a helyszínen tudunk tenni, és megoldásként tudunk nyújtani, az a masszív ártalom csökkentés. Szőrőcukorra, vitaminon és folyadékkal, ha kell, akkor pedig segítséget kérünk mentőhívással a kliensnek. Nem tudom, hogy még van-e időm erre. Én azt gondoltam, hogy az előadásomat szeretném mindenképpen kiegészíteni kliensek beszámolójával, hogy attól lenne teljesen kép. És én csináltam egy 7 perces hanganyagot hétfői napon 4 klienssel, akik herbát fogyasztók, és elmondják a tapasztalataikat, meg az ő saját perspektíváikat. Van-e, jó, miben más? Aha. Én úgy tudom, hogy különbségben alapul megérzem a szagán. Jó? Na, ezt akarom kérdezni. Szagán meg lehet érni. Igen. Meg tudod különböztetni, hogy... Persze, szagán, mert beleszív, begyújtod egy cigit, szag olyan, van egy gusztustalan, ilyen műanyag szaga van. Aha. Olyan, hogy beleszívsz, és egyből elalszol, vagy eldősz, egyből eldősz, széthányod magad. Meg lehet. Meg kihányod magad még. De hogy nálatok volt ilyen első tapasztalás? Én a múltkor beleestem egy ilyen cigibe, áll a jó Istennek, én esetkor szívtam belőle, és kopogom, mert jó, hogy volt víz a közelben, a másik késpanom az megpumpolta, azok estek keltek, de az otthon lakáson belül volt aha. Este. Aha. Tehát, gusztustalan. Aha. Akkor ezt azt mondod, ki tudjátok védeni azzal, hogy azt szívod, hogy más a szaga? A szagról meg lehet, persze. És árban mennyire különbözik? Hát nem. Valamiben különbözik, mint a többi más. Nem nagyon különbözik árban, csak az igazság, hogy meg ettől is függ. Mert nyilván, hogy vannak olyan emberek, akik nem is raknak bele a dohány. Igen, a dohány a hígít, simán szívják, nagyon sokan. Ha simán elszívol egy ilyen bikát, akkor meg is pusztulik. Be is dobja az ember. Én lébe óbeszívom. Én nem mondom az őszintet. Én epilepsziám, és rohomok vannak, akkor láttam már én is ilyen. Tehát én nem szabad ezt. Volt a baráti körötökben is megborulás? Haláleset esetleg arról tudtok, hogy volt? Józsikát ismertek? Ő volt meg a papikában. És neked milyen tapasztalatod? Nem kérdezik? Beállok tőle, elállok tegnap, és tegy pedalat keltem föl hajnalba. Talán hazament. De nem mikor volt. De jó volt, de az volt. Biztos mikor volt. Biztos jó volt.
Mikor volt? Teszel bele a dohány? Nem, tisztán szív. Aha. És mitől jó? Vagy mi az, hogy jó? Addig sincs fönn az ember, addig sincs ebben a lépben. Ez olyan, mint a csatra. Mert csatra van, hogy mi lesz. Tudod, elmúlik a körülötted lévő fájdalom. És volt, amikor már túl nyomtad, hogy rosszul voltál? Én már volt poros cigitől. Bevitték detoxikálóba, szétszurkálták a kezemet. Aha. Sokáig 3 hónapig feküdtem benne a kórházba miatt. Leállt a légzésem, habot hánytam, majdnem megfulladtam. Epilepsziás volt, nem volt? Nem, nem, az igen, az csak börtön. Széni intézet, tudom én börtön, mit tudom milyen fajta élet, és akkor nincs kilátás. Tehát azt mondod, hogy akik itt vannak, mind a problémák miatt használják? Persze. Hát nyilván. Hát próbálnak menekülni maguk elől. Érted. Az élet elől. Hiába okoskodok okos emberek, hogyha nincsenek benne, nem értik át, meg nem. Itt gyakorlatilag segíteni kéne az embereknek olyan szinten, ahol működik mondjuk itt a Nyugat-Európában, mert Nyugat-Európában is vannak ilyen. Csak Magyarországon egészen másról szól minden. Szerinted hogy lehetne segíteni Magyarországon? Jó, mondjuk ezt a herbál problémát hogy lehetne megoldani? Hogy lehetne megoldani? Aha. A gyerek, tudod milyen a gyerek? 3 éves gyerek. Van nála valami, neki kell, elveszi tőle. Nem veheted el tőle, mert neki kell. De ha egy olyat adom neki, amire jobban szüksége van, akkor ezt elengedik, elcseréli Elcseréli gyakorlatilag. És mit lehetne adni akkor? Életet. Életet? Aha. Hát célokat, ne? Aha. Szerintem. Remény. Célokat, remény. De tudom az én? A baj, hogy az ilyen emberek, akik ezt csinálják, azok nem bírják felfogni az élet nehézségét. Aha. Szóval van egy kis akadály az életében, amihez fog nyúlni egyből az. Mert ő neki az már neki az a nép is nehezebb megtenni, mint hogy oda ül és megtekeri a cigét. Meg szerintem ez egy olyan dolog, hogy ez egy társaság. Hogy bekerül egy csoportba, behívja őt, meghívja, ő visszahívja, tudod, egy ilyen társaság. Így van egy kis érzelmi abisztű, hogy ő neki van egy kis család. Így van. Hogy tartozik valami? Ja, valahova tartozik. Van. Két dolog, nem? Nem tudják megoldani másképpen. Az a baj, Magyarországon tudok, hogy mely hajják van a szállodakok gyakorlatilag, azért nekem munkás. De ott tegnap 40-en vártuk az anyagot. 40-en vártuk? 40-en. 2 óra hosszán. És gondolhatod, hogy mi volt ott. Én balont fejemmel elkaptam egy focilabdát, elkezdtem focizni, minden egyben focizni. Utána már ránk hívták a rendőröket, hogy a drogosokat focizni. Belváros közepén. Hát igazuk. És elmeséled ezt a tegnap estélet, hogy akkor sikerült anyagot szerezned? És utána megszereztem, oda mentem a Dunaparthoz, a Korzóra. Tök szép volt, láttam a Cidadellát, meg mindent. Ott voltam a híd lábánál. Megtekertem a cigimet, az elsőt még úgy nem is tudom, hogy jöttem el az első cigi után, de valahogy eljöttem. Utána még már csak arra keltem szó, hogy egy pad alatt fekszem. Aha. És azt tudod, hogy mit használtál? Elfogyott az anyagot. A varázslány. Varázslány? Jévi áporosok. Vagy ámporosok. De remélem nem bika volt. De bigajcipő volt, ez biztos. A bikát használtál már? Ezt is nem. Nem tudom. Nem tudom. Tehát így mondom, nem tudom. Már most hiába ezeknek eladják úgy, hogy bika, ő már bekeverve kapod meg. Ha nem az alapot veszed meg, mert az drágább. Így 2000 forintért hozzájutsz egy-két cigihez. De... A halapot akarsz venni, az már 12 000. Haltak meg a környezetedbe mostanában emberek? Nem. Nem. És régebben? Régebben, amikor lövős korszak volt, akkor igen. Aha. De én akkor is szívtam, és a lövősök haltak meg. Elmentek bekerázni magukat, és utána már nem kellett föl a gyerek. Leült belülni magát, és csak annyit látom, hogy így oldalra borult, kisahúztatít magába. Akkor megijedtem. De szívtam ugyanúgy. Még keményen. Szerintem, mint amúgy szívtam. Amúgy MMA-ztam, sportoltam, világbajnokságokon voltam. És miért kezdtél el anyagozni? Már apám pedofil volt, és kijött a börtönből, ajánlott a gyomvert, a vért a kórházba tettem. 6-an voltunk testvérek, nehéz életem volt. Pedig erős gyereknek tűntem, meg erősnek is. Fel tudtam volna állni, hogyha nem azok a barátaim, akik voltak. Hogyha kicsit okosabb emberek a barátaim, akkor én is elülök itt most. Mióta vagy itt egyébként? 16 év. 16 év. A népkigetben. 16 év. 16 év.
16 éve ez az otthonod? Ja. Így van. Ja, akkor itt ülök rendben. Akkor menekülés van. Uh-huh. Hát neked? Hát jó. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt. Ez az utolsó adalék is szerintem nagyon érdekes volt. Én is köszönöm a lehetőséget, és bocs a technikai malőrjár, de... Mondjad, Gergő. Már ami itt van, meg valami elhangzott, hogy 2000 forint egy gram, micsoda? Nem egy gram, a srác azt mondta, hogy 2000-ért egy jó pár cigit tud venni. Jó pár cigit? Aha. Ha izgi lehet a hanganyag valamiért, akkor nagyon szívesen elküldöm nektek. Engem az izgi, hogy akkor most a nem gramba veszem, tehát nem az acskós, vagy mit a alufóliás grammos sztori van, hanem eleve megtekert cigit vesz? Aha. Van én is, hogy eleve megtekert. Én már láttam, olyat szemtanúja volt, hogy a srác belemarkolt a táskájába, és, vagy mi az újságpapírba csomagolták be. Tök változó. De hogy megtekert cigit is lehet, aha. Aha. És az egy ilyen, ez egy fős, vagy ezt körbeadják? Hát jót kérdezel, nem tudom. Én azt gondolom, hogy egy fős, mert hát nem tudom. Nem tudok erre pontos választ adni neked. A népligetes klientúrában van, aki igen, vagy magányos harcosként van, és egyedül, de hogy van közösségek is, amilyen 2-3 fős, ezt nem tudom, de hogy szívesen megtudakolom, hogyha van ebben izgalmas információ számotokra még.